angyalok éveként hallottuk, egészen Betlehemben tűnt. Egy rongyos istállóban megtaláltuk a világ üdvözítőjét. Leboroltunk, imádtuk őt, és elmeséltük, amit az angyal mondott. Mária csak csodálkozott. Olyan szép volt minden. Bölcsek jöttek, keresték az újszülött királyt, hódoltak előtte ajándékot hozva, aranyat, tömjén, mirhát. Életem legboldogabb éjszakája volt. Csak azon gondolkodtam, vajon mi lesz velük utána? Hát, elmentek. Lassan nekünk is indulnunk kell. Álmot láttam az éjszaka. Valami fenyegetés volt benne. Bizonytalanság. Valahova el kell mennünk, nem maradhatunk. Reggelre elsuhant az álom, csak a gond maradt. Segíts a mesterünk, és lassan elfogy a teremünk. Menjünk be a bányszak. Egy kis zsákban elfér mindenünk. Irány Betlehem, aztán menjünk végre haza. Herodes megtudta a bölcsektől, hogy király született Betlehemben.
Veszélyben az életünk. Mennünk kell. Gyertek vissza, kedves fény! Eszembe jutott, hogy a kamrában van még kis tartalék. Nem is kérek érte sokat. Sőt, ingyen adom. Nem, én fizetem. Csak gyertek már vissza. Ne nézz hátra, kedvesem. Mennünk kell, siessünk. Nem indulhatunk el, én nem ettünk. Mivel tápláljunk is, Jézus? Egy házacska van csak a határig. Félek, ha bemegyünk, nyomunkra akadnak. Próbáljuk meg, Isten velünk van. Békessége háznak! Szegény vándorok vagyunk, élelmet szeretnénk kérni. Jaj, kedves kém, akkor nagyon rossz helyen jártok. Az egész városban mi vagyunk a legszegényebbek. A fiammal élek együtt, aki egész nap dolgozik, de a betevő falatot így is alig keresi meg. Most is csak egy kevés kell liszt van a szakadó alján, ami a vacsorákra is alig elegendről. Akkor menjünk, Márián. Várjatok csak! Eszembe jutott valami. Én már öreg vagyok. Beérem kevéssel is. Lefényt sütök, a lisztből, és a felét nektek adok. Jó lesz! De mit fog szólni a fiat? Ó, veremető, megértő, jó emberő. De gyertek beljebb, melegedjetek meg, amit megsütöm a lepényt. Addig meséljetek magatokról. Az összeírásra érkeztünk Názáretből. Nem találtunk szállást, ezért egy barlangistálóban hoztuk meg magunkat. Kisgyermek. Jézus. A neve azt jelenti, az Úrhoz szabadulás. Csak nem ti lennétek. Kérünk, ne adj fel bennünket a királynak. A fiamtól hallottam rólatot. Ő ugyanis pásztor. Dicsőség a magasságos földet, és a földön békesség, az embereknek jó akarat. Szerintetek én leszek az, aki elárul benneteket. No, itt a lekény. Fogadjátok szeretettel. Áldjunk meg a magasságos jó szívedet. Kérdezzük, hogy valami mégis tudjuk a szakadóban. Cserélj a kevésséget. Ám tegyétek, hisz nagyobb öröm adni, mint kapni. Isten áldja meg gyermeketeket. Menjetek békében. Az egyik napkeleti bölcs adott nekik azon az éjszakán.